150. Vásárlók állnak sorban a halaspultnál az ünnepek előtt a karácsonyi menü hozzávalóért. Ebben a boltban pedig a csoki mikulások várják a gyerekeket. A Nébik minden évben elrendeli a téli élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseket. Tavaly decemberben ennek törzs időszaka országszerte december 5-től 18-áig tartott. Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeripart és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, a fő cél nem a kereskedők bírságolása volt, hanem az, hogy biztonságos, jó minőségű termékekből készülhessenek az ünnepi fogások. A táblázatból jól látható, hogy a tavalyihoz képest kevesebb egységet ellenőriztek, de így is akad bőven szabálytalanság. A hatóság 15 alkalommal figyelmeztetést, 160 esetben pedig bírságot szabott ki, összesen 12,2 millió forint értékben. Ez a táblázat pedig már az ellenőrzött tételekre vonatkozik. Míg 2021-ben a több mint 10 000 ellenőrzött tételből több mint 20 tonna mennyiséget kellett kivonni a forgalomból, addig tavaly decemberben a több mint 6 000 ellenőrzött tételből 51,6 tonnát. Nobilis Márton azt mondta, a forgalomból kivont tételek mennyiségéből nem lehet arra következtetni, hogy hazánkban romló tendenciát mutatnának az élelmiszer ellenőrzések eredményei. Épp ellenkezőleg egyre biztonságosabb ételek kerülnek a családok asztalaira. Az, hogy a kilóba mi a mennyiség, az nagyon függ attól, hogy mit vizsgáltunk éppen. Adott esetben mondjuk a krumplit vagy szaloncukrot, mert természetesen egy krumplikban nagyobb mennyiség érkezik, mint szaloncukorból kilóban, de egyébként, ha az arányokat nézzük, akkor nagyjából megegyező a tavalyi évvel, sőt, vannak, ahol javulások is vannak. És folyamatos javulást látunk, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar családok asztalára jó minőségű, biztonságos és lehetőleg magyar élelmiszer is kerül. Természetesen vannak olyan területek, ahol van hova fejlődni, ilyen például a nyomonkövetés, a higiéniai feltételek betartása, de alapvetően elenyésző számú problémát láttunk. A büntetési tételből is ez kiderül, hogy idén 12,2 millió forint bírságot kellett kiszabni. 51,6 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból, de itt még egyszer elmondom, hogy nem mindegy, hogy éppen szaloncukornál találunk problémát, vagy mondjuk valamilyen zöldséggyümölcsnél, ahol, hogyha kivonunk a forgalomból, egy kamionnyit, az nyilvánvalóan nagyobb mennyiség. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 125 egységet ellenőriztek. Ezek közül 14 esetben állapítottak meg hiányosságokat. 6 esetben a higiéniai feltételek, 7 esetben a dolgozók egészségügyi alkalmassága, 1 esetben pedig a termékek nyomon követésével kapcsolatban voltak problémák. Bírságot összesen 5 esetben szabtak ki együttesen 250 000 forint értékben. Az összesen 405 ellenőrzött termékből 18-at vontak ki a forgalomból, melyek összmennyisége 213 kg volt. Az iskola büfék közül 14-et ellenőriztek, itt mindössze 1 esetben tapasztaltak kisebb hiányosságot. Nobilis Márton elmondta, országos viszonylatban is jó eredményeket ért el a vármegye, hiszen az itteni vizsgálatok alapján egyértelműen a felsőházhoz tartozik a jól teljesítés szempontjából.